Vadállatinak nevezik, amit uh, um, műveltek, de én a vadállatok nevében ezt kikérném magamnak, mert a vadállatok nem csinálnak ilyet. Tehát ilyet csak ember tud csinálni. Uh, Sydney-től um, talán New Yorkig, uh, és uh, Manchester-től uh, Düsseldorfig uh, menetelnek a palesztinok, és az arabok, és éltetik a támadást. Nem is áttételesen, hanem közvetlenül azt, hogy uh, több mint ezer izraelit megöltek. Most már évtizedes hagyománya az európai baloldalnak az antiszemitizmus. Nevezzük ezt nevén. Nem pusztán izrael ellenességről van szó, hanem antiszemitizmusról. Heti hírmagyarázat és világmegfejtés a Mandiner munkatársaival és meghívott vendégeinkkel. Ez a Mandiner reakció. Folyamatosan frissülő tartalmainkért kérjük, iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat, ez itt a Mandiner Reakció, a Mandiner heti kibeszélő podcastja, és köszöntöm Kovács Zoltán államtitkárt és Szilvai Gergelyt. Szervusztok! Szervusz! És én pedig Kacso vagyok. Kezdjük nyilván az izraeli történésekkel. Itt rögtön tennék egy megjegyzést, hogy szerdán rögzítjük a beszélgetést, hogyha a megjelenésig vannak fejlemények vagy olyan változások, amikről most nem tudunk beszélni, az nyilván ebből adódik. Egy általános kérdésem lenne, ugye mindenkit meglepet, megdöbbentett, ami történt, nyilván van ennek egy morális vetülete, hogy együtt érzünk az áldozatokkal, akikre a Hamas rátört, a túlszok és az áldozatok hozzátartozóival, de összességében mi a véleményetek a kialakult helyzetről, utólag lehet-e azt mondani, hogy azért valami hasonlóra lehetett számítani, vagy ez tényleg mindenkit meglepet? Szerintem abban nekünk talán nem érdemes belemenni, hogy az izraelieket hogyan tudták megletni, azt majd lemondják a tanulságokat, hogy ez miként történhetett meg, hiszen az elmúlt években csak kisebb a ilyen típusú próbálkozásokat láttunk a Hamász meg más palesztin szervezetek részéről. Tehát abban van újdonság az én felfogásomban, hogy ami most történt, ugye itt közel ezer áldozatról beszélünk csak a mészárlás kapcsán, az ilyet még az íz is sem csinált. Tehát azt szerintem érdemes leszögezni, hogy egy az államiságáért harcoló nép megengedhete magának olyan eszközöket. Most az elmúlt évtizedek összes próbálkozását, kisiklott, félresiklott próbálkozását hagyjuk is figyelmen kívül, hogy egy ilyen évszázadok, sőt, évezredek óta terhelt közegben ezt művelik emberek más emberekkel. Ilyen vadállatinak nevezik, amit ö, ö, műveltek, de én a vadállatok nevében ezt kikérném magamnak, mert a vadállatok nem csinálnak ilyet. Uh -huh. Tehát ilyet csak ember tud csinálni, ilyet ember tud tenni. És az embertelenségnek, a könyörtelenségnek és a, az aljasságnak egy olyan vegyületét láthattuk egy napig, vagy másfél napig, ami szerintem a sok-sok döbbenetes, borzasztó szíriai, észak-afrikai, íziszes, meg egyéb videó után is szerintem egy, bocsánat, hogy ezt a hogy új minőség. Uh -huh. És hogy ennek mi az értelme, azt nehéz megfejteni. Mert pontosabban bizonyos értelemben majd nem lesz nehéz megfejteni, majd erre szerintem visszatérünk. Mert ha valaki államiságot akarna magának kivívni és szimpátiát a világban, az egészen biztos, hogy ezek a tettek, amelyeket a meglepetésszerű, támadásban végrehajtottak, azok nem fogják segíteni ezt az ügyet. És akkor meg is érkeztünk ahhoz, hogy mi lehetett az egyetlen célja, lehet, hogy pont az. Ugye itt sokan ma spekulálnak a, a dolgokon, de az úgynevezett Ábrahám megállapodások, amelyeket ugye Trump elnök hozott létre, és amely azt, amelyek azt villantották föl, hogy a közel-keleten valamiféle rendezés lehetne végrehajtani, nem csak palesztin-izraeli, vagy először nem palesztin-izraeli, hanem izraeli más arab államok viszonyrendszerében. Ez, ami most történt, és ami nyilvánvalóan történni fog az izraeli válasz nyomán, hiszen ha csak a, az ígéreteket nézzük, ami arról szól Netanyahu saját bejelentése, védelmi miniszter mások részéről, hogy olyat fognak tenni, ami egyszer s mindenkorra, tehát amit még nem láttunk, azt szerintem nem csak fenyegetés, hanem ez meg is fog történni. És az, annak a következményei egyrészt a palesztin-izraeli viszonyban, izraeli-palesztin viszonyban, és a régió közel és közép, valamint hosszú távú jövőjét illetően egy egészen új helyzetet fognak előállítani. Ekközben azért tegyük hozzá, Kína is protezsált egy szaudi izraeli szintén történelmi közeledést. Tehát most voltunk paradox módon, vagy voltak az ott élők a legközelebb ahhoz, hogy egy békés korszakról beszéltünk már, ha egyáltalán ez a szó elhangozhat itt a közelkelettel kapcsolatban de mondjuk a korábbi évszázadokhoz évtizedekhez képest egy, egy békésebb, vagy ennek reményét keltő ö, viszonyokat ö, sugalló ö, állapot volt, amit ez gyakorlatilag leradírozott valószínűleg, hiszen most az arab államok ö, is valószínűleg, és a többi muz muzulmán állam is szembe fog fordulni valószínűleg izrael Ha jól értem, akkor ez... Szerintem igen, szemben. hogyha megengedem, így talán így hagyják hozzá, gondolom a Gergőnek is van hozzáfűzni valója, hogy szerintem ugye sokat beszélünk itt az elmúlt másfél-két évben a veszélyek koráról, és itt a Covid, a az orosz-ukrán konfliktus, az orosz-ukrán háború ö, okán már, már olyan dolgokba botlottunk bele, amelyekkel az elmúlt évtizedekben ellustulva, elkényelmesedve, vagy valamiféle ilyen naív várakozástól vezérelve azt gondoltuk, hogy már nem kell számolni. És szerintem ebből a szempontból is mindaz, ami most Izraelben történt, történik, az megint egy új elem a veszélyek korát illetően, amiben teljesen nyilvánvaló, hogy most ebben a pillanatban, és ami történt, az erkölcsi igazolás, nem kell keresniük az izraelieknek, amikor bármit tenni akarnak. Tehát annyira nyilvánvaló, hogy ez, az, még ez, ez a brutalitás és embertelenség, amelyel uh, emberek százait mészárolták le, függetlenül a, a, attól, hogy katonák voltak vagy nem, mert leginkább civilek voltak, ugye? Csecsemőket. Csecsemőket, és hát próbálják tagadni, látom, mert elindultak ugye ezek a kísérletek, hogy nem is történt ilyen, de hát saját maguk tették föl azokat a feltéte, felvételeket a halmaszosok egyébként, amik kapával próbálják levágni egy vendégmunkásnak a fejét. Tehát egészen elképesztő brutalitással zajlottak a dolgok, de ezt nem lehet tolerálni. Tehát én azt gondolom, hogy nincs olyan nemzet, nincs olyan nép, amely elviselheti, hogy ilyen dolog történjen vele. És még egyszer ennek a következményei egyelőre én, én azt gondolom inkább kiszámíthatatlan. Kiszámíthatók abban, hogy mi fog történni, mert ez nyilvánvaló lesz, de hogy a másodlagos, meg a tök, többszörös hatása, hogy milyenek lesznek, az egyelőre kiszámíthatatlan. A nyugati reakciókra, meg az orosz ukrán való hatásáról még mindenki akarunk beszélni, külön-külön is érintve ezeket. Gergő, de akkor te jössz most, szerint új korszakba léptünk? Hát, hát új korszakba léptünk, akkor az már korábban megtörtént, és most az az új korszak csak fokozódik. <laughs> Mondjuk így egy, egy, biztos szerintem, a, hogy a, Egyre inkább nyilvánvaló, hogy mindenféle szövetségi rendszer és szerződések és egymásnak a tikéretek mellett egyre való, hogy minden országnak a, a saját önvédelmi kapacitásait azt, azt rendbe kell hozni. Itt elsősorban magunkra gondolok, ami zajlik is, és egyre inkább igazolva látom azt, hogy, hogy, hogy hadsereget fejleszt a kormány, hiszen lehet, hogy megvédenek minket egy szövetségi rendszerben, de azért a történelem elég sok példát hozott arra, hogy mégsem tették meg. tehát hát meg kell rendezkednünk arra, hogy mi van, hogyha tényleg magunkra maradunk. ez a hosszú távú projekcióm, az ez, ha a biztonságban akarjuk magunkat érezni. Emet igazából én, én mondjuk alapvetően nem értem a, a Hamas meg az ilyen szű, jellegű szervezetek létét, de, de az, hogy ott vannak egy gázövezetben a világ egyik legsűrűbben lakott területén tulajdonképpen, és így hát ugye ők utólag azt mondták, hogy, hogy, hogy úgymond túl jól sikerült az akciók ahhoz képest, amit elterveztek, valami ebben a kategóriában csintevésnek számító, nem tudom, mivel szemben, ez most vagy így van, vagy nem, vagy megijedtek maguktól, de hát ez, ez minden formájában súlyos felelősség. Tehát, tehát, tehát teljesen vétetetlen egyértelműen az egész dolog, és ezek a különböző muzulmán frakciók, vagy vagy felekezetek, vagy uh, irányzatok azért nem mindig kezelik egymást. Uh, szerintem van egy olyan esetleges jó forgatókönyv, bár lehet, hogy ez nagy vitás, hogy, hogy, uh, hogy esetleg visszafogják magukat az arab országok, és mégsem reked meg teljesen ez a béke folyamat, vagy, vagy ilyen diplomáciai kapcsolatfelvételi folyamat. Maximum egy-két évet uh, ül. Végül is az Ábrahám szerződések előtt is az volt, hogy tulajdonképpen már egy csomó arab ország elgondolkodott ezen, csak senki nem merte meglépni először. És azt a Szoldorábiára vártak, tehát nyilván az elnehezül. De szerintem egyébként még egy érdekes aspektus az események folyásán kívül, amit nyilván mindannyian követünk, az az, hogy, hogy mindennek mi a nyugati világban a lecsapódása. Például az egyébként, hogy a a gázai iszlám egyetemet, azt az EU pénzzel nagyon sok évig, és egyébként még talán most is folyosít neki támogatást, Erasmus projektebe van benne, stb. 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 És, 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 hát van még egy-két ilyen furcsa aspektusa a történetnek, mondjuk így. Hát szabad -e ez a korszakváltásra szerintem egy dolgot én azt gondolom érdemes elmondani, hogy én is történész lennék, és ahogy a történelmet tanítjuk, az persze sokszor félrevezeti az embereket, mert azt gondolják, hogy a korszakváltás az valóban egy év, egy, mondjuk egy évszámhoz köthető. Mikortól van a Amerika kora, újkor, újkor, magyar, igen, igen. De teljesen félrevezető természetesen, hiszen a, a korszakváltások azok folyamatok. És én attól tartok, hogy mi most egy korszakváltó folyamatnak mi csak az elején vagyunk. Tehát ha bárki azt gondolna, hogy ezek most már a korszakváltásnak a végét, vagy az újrarendeződésnek a, mondjam, a kereteit jelentik, szerintem nem. A, az orosz-ukrán háború, ami most a közel-keleten történik, ezek mind, mind a kezdetét jelentik annak, amiből majd valamikorra leülepszik valami. minden reménye az, hogy a lehető leggyorsabban. De visszapcsatolva arra, amit a Gergő mondott, hogy szerintem a, a korszakváltás új jelenségeit fogjuk látni Nyugat-Európában és Amerikában az érkezett nagy számú muzulmán bevándorló attitűdje kapcsán. A legmeglepőbb dolgok Ünnepel zajlanak. Uh, Sydneytől um, talán New Yorkig uh -huh. uh, és uh, Manchestertől uh, Düsseldorfig uh, menetelnek a palesztinok és az arabok és éltetik a támadást. Nem is áttételesen, hanem közvetlenül azt, hogy uh, több mint ezer Izraelit megöltek, és ezzel kapcsolatban láthatóan döbbenten is értetlenül áll a nyugat-európai politikai és közvélemény. Rettenetesen nehéz lesz nekik valamit kezdeni ezzel, hiszen javarészt már valószínűleg választó állampolgáraik azok az emberek, akik ott ezt a véleményt kifejtik. És akkor nyugodtan beszélgethetnénk arról, hogy most már évtizedes hagyománya az európai baloldalnak az antiszemitizmus, nevezzük ezt nevén, nem pusztán Izrael ellenségről van szó, hanem antiszemitizmusról, Jeremy Corbynról gondoljunk, meg más neves vagy hosszú évekig, évtizedekig egyébként hivatalat betöltő. Igen, vezető. igen, bizony. Hosszú évekig, nem évtizedekig nem pozíciókat, nem csak párt, hanem akár állami pozíciókat betöltő emberekről beszélünk, vagy mondjuk gondoljunk az Európai Parlament baloldali frakcióira, mert az még majd jönni fog, majd csak figyeljük meg egyébként, akik majd szót fognak emelni természetesen a, a palesztinok oldalán hogy ez egy, ez egy olyan csapda, amit a nyugatiak maguknak csináltak, amit nekünk mindenáron el kell kerülni. Tehát, hogyha eddig nem lettek volna elég erősek az érveink az illegális migrációval szemben, az, amit most látunk, meg amit látni fogunk a következő időszakban, ami történik, az antiszemitizmus terjedését, illetve. De most mondjunk egy példát. Budapesten Izrael mellett álltak ki. Tegnapi napon, ugye, a műsorfelvételhez képest, ugye volt egy, egy pro-Izraeli csúcs ha úgy tetszik, demonstráltunk Izrael mellett. Egész Európában meg Izrael ellen demonstrálnak az utcákon. Én egyetlen más helyet sem láttam egyébként, ahol emberek, politikusok nyíltan kiálltak volna, és nagyobb nyilvánosság előtt demonstrálták volna azt az elkötelezettséget, ami egy partner irányában van. Azt érdemes az, hogy egy-egy elhatározduló nyilatkozat szerintem nem egyenértik ezzel a dologgal és szerintem nekünk ezt meg kell becsülni, és mindenképpen meg kell akadályozni, hogy az a, az a helyzet, az az állapot, ami Nyugat-Európában és Amerikában előáll, az előállhasson. Tehát amikor az ember azt látja, hogy a legnevesebb, azt hiszem a Harvardi Egyetem bizonyos uh, fakultásai kiállnak amellett, ami történt, nem csak, hogy igazolják, hanem a Hamász mellett. Igen, a Hamász mellett. Igen, Ipahart Tehát a, az, 34 fel, diák szervezet, és fel. egy ideig az Amnesty Igen. International is aláírók között Igen. volt. És dolgozhatatlan szerintem. Tehát ez, szétver mindent, hogyha már a korszakváltásról és átalakulásról beszélünk, amit mi korábban jogvédelem, az igazság keresése, úgy általában az elnyomottak, vagy a, ez esetben lemészároltak és terror, akciókkal sújtottak, melletti kiállásról gondolunk. Hát tetejére kezd állni a világ. Elkezdtek igazolódni azok a lépések, az az elfoglalt álláspont, ami ma is vallunk, hogy az igencsak erős, valid, és fenntartandó, mert ha nem ezt tesszük, akkor mi is bele fogunk sodródni azokba a konfliktusokba, amelyek jönni fognak. R Roppant kínos, a Nyugat-Európa zajlik. Nyugat-Európa gyakorlatilag az évtizedekben importált magának egy jó antiszemitizmust. És miközben ugye minket szidnak, hogy... Munkaerő antiszemitizmussal. Igen, megy. ez lehet, hogy a munkaerő nem hatásként. is biztos, hogy jó kifejezés. És, és, és ugye minket szidnak, hogy, hogy mi lennénk a soros plakátok miatt, egykori soros plakátok miatt olyan antiszemiták, és eközben pedig itt, él, itt virágzik a zsidó közösség, az, ami megmaradt a második világháború után, ott meg nem. És, és szerintem lett idővel a nem csak a német nyugdíjasok fognak ide menekülni, hanem a nyugat-európai zsidók is. Ez már egy ha csak te már az... Nekem egy, egy, kicsit személyes élmény néhány évvel ezelőtt voltam egy az antiszemitizmussal szemben föllépő vidószervezetek által szervezett konferencián Krakóban, Auschwitzot is meglátogattuk, és ott, ott, volt egy fiatal francia lány, akinek a nagyanyját, aki Auschwitz túlélte 94 éves korában, több mint 90 éves volt, egy migráns hátterű szomszéd drogos fiatal, aki egyébként valamilyen radikális szervezethez is kötődött, dobtak ki az ablakon és ölte meg. Tehát az a hölgy, idős hölgy túlélte a holokausztot, ö, élt Nyugat-Európában, majd végül egy betelepült migráns hátterű fiatal ölte meg. Nyilván egyedi esetről migráns van szó. Migráns hátterű vagy de, migráns? Ö, hát... Igazából mindegy. De a dolog lényegén, bocsánat, szerintem sem változtat. Tehát az a helyzet, hogy a, amikor én azért annyira élinken él a fejemben, meg az emlékezetemben az, amit 2015-ben, meg az azt követő egy-két évben kaptunk a migráció ellenes kiállás okán, és ahol kísérletet tettünk annak az elmagyarázására, hogy amikor azt mondjuk, hogy a muzulmán bevándorlókkal nem vallási szempontból van baj, hanem kulturális értelemben, és hogy ennek milyen következményei vannak, mert hogy egymással összeegyeztethetetlen attitűdöket, vallási, felfogásokat képviselő embereknek kellene a nyugati elme által kitalált egybeolvadó multikulturális közegben létezni. Ez nyilvánvalóan nem működik. Pontosan tudják már azok, akik London működtetik, más nagyvárosokat működtetnek, államokat próbálnak működtetni Nyugat-Európában, hogy amit ők erről gondoltak, az nem működik. És miért kellett megvárni, miért kellett megvárni azt, hogy ez tettekben, nem csak demonstrációkban, hanem terrortámadásokban, egyébként manifestálódjon, megjelenjen az utcákon, illetve az emberek hétköznapjaiban, mert ez meg fog jelenni. Tehát, hogy ezt nem szabad szóval beszélni ebben a dologban. A Egy dolog de... még csak most kezdődik, még a 2012 környéki terrortámadások, meg ott a tízes években ugye a nyugat-európai nagyvárosokban elkövetettek, újabbak fogják követni. És olyan belső Generikusan, ahogy szokták mondani, belülről fakadóan kialakuló konfliktusok lesznek a nyugat-európai társadalmakban, amelyek nem fogják tudni elkerülni, hogy ilyen vadhajtásai legyenek, mert sok, sok helyen a vadhajtás nem is a vadhajtás, hanem maga a norma, ami mentén működnek. Nagyon érdekes, hogy egy magyar tegyenező portál nagyon hosszasan kielemezte Gulyás Gergelynek egy, egy kormányinfos megszólását, ami a demográfiai hanyatlásról szólt, és lényege az volt, hogy a nyugatnak nagyobb problémája, mint nekünk. Nekünk is van, mi már kicsit javítottunk rajta, még kell javítani, de a nyugaton nagyobb a demográfiai probléma, és ez a tényező portál kihozta azt, hogy, hogy valójában Gulyás Gergelynek nincs igaza. És a hosszú elemzésben egy dolgot nem részteztek, megszólaltott egyetemi tanár minden, nyugat-európai bevándorlás, vagy demográfiai helyzetek kapcsolatban a bevándorlást elfejtették megemlíteni. Persze. Ebben a Ebben a szövegben ugyanis, ha már valakinek a gyerke megszületik, ugye, akkor már állampolgár, tehát akkor már jogilag nem bevándorló, tehát a demográfiát alakító születések azok ilyen szempontból ugye nem eredményeznek bevándorló gyereket. Más is, hogy a gyakorlat ennek az ellenkezőjét mutatja, és utána néztem annak, hogy mondjuk egy egyik legjobb nyugat-európai születési rátá, hogy a Franciaország rendelkezik, az első generációs bevándorlók ennek az egy tizedét adják, tehát hogyha levesz, levesszük az ő általuk hozott um, um, gyermekeket, akkor, akkor egy tizeddel rosszabb Franciaország um, ilyen rátája, hogyha még a harmadik generációs a akkor még rosszabb, és ez, a, ez egy csomó nyugat-európai államra áll, és szóval, hogy így próbálják meg... Um, nem is másolni a problémát. Szabadat ne felejtsen, de rosszabb a helyzet, mert a következő történik. Ugye valóban franciáké még a legjobb mutató Nyugat-Európában, de úgy, hogy ha megnézed a korfát, meg a, hogy kik szülik a gyerekeket, nem bocsánat, hogy ezt mondom, tehát hogy honnan jönnek a gyermekek, a, bevándorló hátterű uh -huh. közösségekből jönnek, és még így is rossz. Tehát, hogyha értszelődtünk mi ezen sokat van, ha lehet így mondani, hogy a leggyakoribb név Bécsben a gyerekek között, akik óvodába vagy iskolába járnak, a Mohamed, meg a nem tudom micsoda, de ha megnézed azt, hogy kik járnak az iskolákba, és hogy hogy alakul át a nagyvárosokban a, az etnikai összetétel egyébként az oktatásban részvevőknek, akkor ott azt látod, hogy lassan egyharmad arányra csökken, felére egyharmad arányra csökken egyébként a, a, a benszülött, na bocsánat, ezt a kifejezés használom, tehát az őshonos nemzetek utánpótlása. Magyarán az el, tehát a, a, rossz, a negatív népesedési adatokat még több bevándorlással fogják tudni csak e, ellensúlyozni. Tehát És ez egy, is, tehát, hogy utaltunk hogy itt az előbb erre. El, tehát ez Igen. egy önmagát gerjesztő, ördögi kör, nem lehet véget vetni neki most már. Talán leg, legtöbb nyugat európai országban ez a hajó ilyen szempontból a miniszterelnök sokszor beszélt már erről. Valószínűleg elment. Igen, csak még nálunk nem. És ezt, ezt, ezt próbáljuk mi meg akkor De minden rá, nem Mi rá, nem, rá, nem ő, hajót, vízesebb bocsátottuk. <laughs> <laughs> A migrációs paktum jöhetne most, hiszen ez most egy éles konfliktus az Európai Unióval, hiszen újra előkerült, asztalra került az az elosztási mechanizmus, éppen a héten lépett új szakaszába ennek elfogadása, amely elősegíteni azt, hogy a migrációnak legyen egy, egy, egy keretrendszere és legyen egy, egy szabályozottsága meg szervezettsége, hogyha jól értem. De még mielőtt áttérnénk így az európai politikára, egy picit itt maradva háborúval a háborúval kapcsolatban, és nekem is lenne egy megjegyzésem, említetted a hárvára egyetemistákat. Most a Mandineren van egy cikkünk erről, és csak egy pici részt olvasnék belőle, mert szerintem túl azon, hogy milyen konfliktusok lehetnek a, a, az, már az Európában élő migráns hátterű közösségekkel, pláne ilyen történelmi szakaszokban, mint ami most az Izraelben történik ennek hatására, de már nyugat-európai egyetemisták is ebbe a körbe sorolhatók, hogyha komolyan vesszük bizonyos Linának az esetét, aki szintén az egyik Harvardi diák, aki azt mondja, azt mondják, hogy a Hamas egy terrorista szervezet, de szerintem pont ellenkezőleg az izraeliek a terroristák, szomorú, hogy gyerekek, civilek halnak meg, már mint a Hamas által, de hát történnie kell valaminek. És aztán elmegy tüntetni Lyonba, Szófiával, aki a barátnője, aki Palesztina győzni fog elszóval, vett, vesz részt, vettek részt együtt ezen a demonstráción, és nagyon boldogok, hogy sok fiatal volt, és hogy együtt tudtak tüntetni. Egyébként feltételezem, hogy eközben ők ugye zöldügyek és LMBT ügyekben is nagyon aktívak. Tehát ennek a, az újbalos, talán a nyugati jólét által egy picit elkényelmesedett újgenerációs és egyébként nyugat-európai háttérű fiatal rétegnek is már az identitásának a része, hogy egy ilyen konfliktusban, amikor a Hamas megtámadja Izraelt, akkor a Hamas oldalára áll, és velük fejezik a szimpátiát, és azt szerintem még egy adalék ahhoz, amiről eddig beszéltünk a jövőt tekintően. De akkor... Ha... Hát előttem tényleg csak két mondatot, hogy szerintem ez a készletés abból a, ebből a cancel culture készletésből jön, amit látunk, hogy mindig van valami újabb ügy, valaki, akit fel kell szabadítani, és akinek a problémát meg kell oldani. Vagy akit el kell törölni. Vagy akit éppen el kell törölni. <sukod> magunk között legyen mondva, hogy a, a, a dolgok megoldása az nem megy. Tehát a cancel egy dolog nem megy. A, most a, a nem szelődni, nem hogy nácsol, a, egyéb... az, izle, az izlandi leszbikus bálnák ügyének a felkarolása, ami teljes nonsens, onnantól kezdve odáig, hogy most az állati jogok, meg a nem tudom micsoda, milyen ab, abnormális és abszurd helyzeteket állít elő, valójában ezek az emberek szerintem semmit nem tudnak arról hogy a régióban, tehát ott Izraelben és a környékén milyen állapotok vannak, hogy mi a valóság, fogalmuk sincs róla. Legfeljebb tankönyvekből, meg elmondásokból tájékozódnak. Most keresnek rá a Wikipédián. És ez egészen hajmeresztő. Mert nyilvánvaló, tehát mi konzervatívok pontosan tudjuk megoldást, csak józan felfokható, felfogható, logikus, egymással összeilleszthető, vagy, vagy is mondjam, dolgokból lehet alkotni olyan hagymázos gondolatokból, amelyek itt is megjelennek, abban nyilvánvalóan nem lesz megoldás sosem. Ide tennék egy dilemmát az asztal, amit az elmúlt napokban sokan pedzegetnek, hogy valóban, ahogy ti is említettétek, a magyar kormány az én morális és politikai és emberi megítésem szerint is nagyon-nagyon helyesen kiáll ebben az ügyben Izrael mellett. Ezt nagyon határozottan kifejezi, hogy elismeri Izrael önvédelemhez való jogát, és egyébként az elmúlt évtizedben nagyon kiválóak, még akkor is, amikor nem feltétlenül a politikailag a magyar kormány a nézetazonos kormány van hatalmon Izraelben, akkor is elég jók és, és kiválóak a kapcsolatok a két ország között, és szerintem ez egy üdvözlendő fordulat, hogy a korábbi időszakhoz képest ez így alakult. Megjegyzem, milyen érdekes, hogy Donald Trump elnökség alatt ilyen konfliktusok nem voltak, miközben őt nevezte ki a mainstream média bajkeverőnek és konfliktuskeresőnek. Ehelyett Joe Biden idején két történelmi léptékű háború robbant ki, zárója bezárva, ha már csak itt a politikai identitások és a felelősségek összekapcsolását behoztam. De miért nem ennyire, és ezt a dilemmát teszem, amit az elmúlt napokban sok helyen olvastam, hogyha ennyire kiáll egy megtámadott ország önvédelmi joga mellett a kormány, akkor miért nem tette ezt Ukrajna esetében, amely szintén, hanem is egy Hamász jellegű, hanem egy más típusú agresszió áldozata még ezekben a napokban is. És akkor egy kérdés, mi lesz Ukrajnával, hogyha a szolidaritás elfordul a nemzetközi figyelem, szolidaritás anyagi és morális értelemben is ettől az országtól. De hát megtettük. De hát, megtettük. De hát nem igaz, hogy nem tettük meg, mert rögtön az második napon megtettük a nyugat-európai, illetve európai partnereinkkel egyetemben. De... Mielőtt még abba a csapdába esnénk, hogy minden háborút egyformán kezelünk, mert csábító az a gondolat, hogy minden háborút érdemes egyformán kezelni, ezt ne tegyük. Az ukrán konfliktus, az orosz-ukrán háború, az orosz agresszió jellege és az ukránok önvédelme az egy testvér népek közötti háborúban értelmezendő, ha csak a közvetlen hatásait nézzük és nyilván nagyhatalmi szempontból egy nagyhatalmi érnekszférába való behatolás kísérletként kell kezelni. Ezt szerintem erről nyíltan beszéltünk. Rögtön más a helyzet, egy évszázados konfliktusok által sújtott vallási közegben zajló konfliktushoz képest, mert talán valamelyik amerikai szenátor fogalmazott így egyébként, explicite kimondva, ami bizonyos értelemben valószínűleg igaz, hogy ez egy vallásháború miatt zajlik. És a kettőt nem lehet egybevetni, nem lehet összevetni, bármennyire is csábító legyen, mint ahogy a világban dúló sok más konfliktust, zárójelben jegyzem meg egyébként, hogy az ember elkezdeni felvinni a térképre, hogy hány konfliktus, nem csak most a Biden érához képest, mert az önmagában is mértékadó, hogy hány konfliktus az zónája van most már a világnak, hát lassan több lesz, mint a békés. Igen. Tehát valami nagyon rossz irányba mennek a dolgok. És úgy szépen Szépen de. körbeveszi Európát, tehát nem tudom, meddig van esélyünk megmaradni békében, de ez majd másik így kérdés. kérdés. Van, van, úgyhogy ezeket szerintem mindig érdemes logikusan végig gondolni. Az ilyen határozottan szeretném cáfolni, hogy a magyar kormány nem állt ki uh -huh. Ukrajna függetlensége, területi integritása és az orosz agresszió ellen. Csak ott van az a más szempont, hogy hogyan lehet ez ellen harcolni, és hogyan lehet támogatni Ukrajnát, ami van a mi felfogásunk belőben más, mint a nyugati, ha úgy tetszik, öngyilkos taktika, most hát a kifejezésért, ami az európai versenyképességet, energiabiztonságot áldozza föl egyébként egy olyan ügy oltárán, amelyből megpróbál morális szempontok alapján európai ügyet csinálni, amit lokalizálni kellett volna. Tehát amikor azt mondjuk, hogy lokalizálnia kellett volna Európának ezt az ez ügyet, ugye 14 és tulajdonképpen 21 között, vagy 22 között, ez hát többi kevésbé sikerült, vagy akár is erőfeszítések voltak arra, hogy a Minszki megállapodásoknak megfelelően valahogy próbálják megoldani ezt tárgyalásos hát igen, csak Ukrajna terület ez idő alatt csökkent és csökkent. Ez igaz, nyilván nem, nem, ez, ez igaz de nem csak a csökkenésről van szó, hanem arról, hogy vajon a felek betartották-e azt, ami a, a Minszki megállapodásokon foglaltak, mert ott azért érdekes dolgokat látnánk a Kárúkán oldalról meg. is, ami nem történt meg. Tehát ezeket mind-mind érdemes végigvenni, és még egyszer egy konfliktusban elfoglalt helyben, az hely, tehát hogy miként viszonyul egy ország, egy közösség egy konfliktushoz, az a legrosszabb irányba megy akkor, amikor saját magára nézve is csak kárt okoz. Már pedig ebben ez történik. Tehát ezzel nem segítünk Ukrajnának sem, hogy tönkreteszik az Európai Uniót. Már pedig szerint éppen olyan adatok érkeznek Oroszországból, mi szerint, uh, és erről Putyin a Valdáj után jól idézem, minap egy elég komoly résztes képet mutatott nyilván ez az ő képe, amit sugározni akar Oroszországról, ami alapján uh, sem gazdaságilag, sem mezőgazdaságilag, sem katonailag nem egy meggyengült Oroszországgal állunk szemben. És az is igaz, hogy ez a háború úgy tűnik, hogy ha a nagyhatalmak nem vetnek neki véget, akkor soha nem fog véget érni, hiszen a felek ellenérdekeltsége egy álló háborút prognosztizál. Még Izraelben még néhány napos konfliktusról beszélünk, és, és nyilván mindenki most azért imádkozik, hogy lehetőleg gyorsabban lezáruljon. Tehát ez egy, ez egy frissebb, a másik pedig egy egy, -egy elfertőződőmmel lévő sepp, hogyha hasonlatokat. Ez érdemes aztán... kimondani, amit amúgy is tudunk, hiszen láttuk az elmúlt két év, vagy másfél évnek a de tulajdonképpen 14-től tartó időszaknak a apró hogy a szankciós politika az teljes mértékben megbukott. Tehát az egyetlen elemét sem váltotta be egyébként a hozzáfűzött reményeknek. De Annál már több. Át... Újraírták az indokait. Tehát amikor é, akkor még térdekényszerítésről volt jól szó. Jó emlékszünk, jó emlékszünk erre. Igen, de az pedig nincs, tehát az gyorsan És Az archívumok az előző verziót. Főleg nincs abból a szempontból, hogy a nyugatiak gondolják, abból a morális pozíciójával, pozíciójából, amikor kinyilatkoztatásokat tesznek. Tehát az összes tehát látjuk a svéd, német, francia, német, alföldi, holland attitűdöket korábbról hosszú évekre visszanyúlóan, ami mindenféle ügyekben, médiatörvénytől, alaptörvényen keresztül, jogállamisági kérdésekben mindig egy ilyen morális felsőbrendőségből jön, ha csak nem, ha, ha, ha mi konfliktusról nem is beszélünk. Ebben a háborúban morális felsőbrendőséget vindikálni az Európai Unió részéről butaság, mert egyrészt nincs, és teljesen félreviszi egyébként azt a konfliktust, amiről beszéltünk, hogy egy testvérháború, egy egy nagy hatalmi ö, érdekszférával kapcsolatos ö, ö, konfliktus, amelyet ott is kéne kezelni. Tehát arra csak ö, racionális vagy érdekalapú megoldások vannak, morális megoldás egészen biztosan nem lesz rá. Egyébként ugye a, a, politikai gondolkodás azt mondja, hogy az egyik legfontosabb erény a politikában a prudencia, amit hm. ilyen okosság, körültekintés, nem tudom, politikai bölcsességi szoktak fordítani és ez abszolút nem ellentétes a morál, hanem annak része, csak éppen azt mondja, ami a Bibliában is van, hogy legyetek okosak, mint a kígyók, tehát hogy, hogy nem kell nagy és lenni. Akár. <laughs> Akár. És, <laughs> és, és hát az Európai Unióból szerintem ez a prudencia az ukrán konfliktus kapcsán abszolút mértékben hiányzik. Tehát, hogy, hogy oké, értem, hogy ma akarják mint az de hogy mi működik, ami nem működik, azt nem erőltetjük, azután is erőltetik, stb. 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 ez, Um, mintha a legfontosabb politikai erény hiányozna az Európai Unió szóval. gyakorlatából. A Linára visszatérve meg, csak hogy említetted Linát, aki a Harvardon um, um, értette a, a azt mondván, hogy valaminek történnie kellett, uh, Csúnya azt, hogy mondok, Zsosze de Messzőr a francia forradalomról írván írta azt, hogy, 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 hogy amikor valaki tömegmészállással próbál szabadságot teremteni, vagy bármi mást, akkor azt mondja neki a gondviselés, hogy rendben, de te is ott leszel az áldozatok között. A hát ez túl, is igaz, a franciák már és... csak Igen. tudják ezt egyébként, hogy ezt kipróbálták elég korán. Egyébként a, ugye itt az előbb mi prudenciára, egyebekre visszatérve, most már nem csak arról beszélünk, hogy mennyire hipokrita a, a mondjuk a brüsszeli vagy a nyugat-európai magatartás, a, mondjuk a, akár az orosz-ukrán az orosz háborút illetően, de ez megjelent most már rögtön az első napokban megjelent gyakorlatilag a palesztina, a lendő palesztina, illetve az érintett területek kapcsán, hiszen az Európai Unió az egyik legnagyobb támogatója egyébként. A palesztin hatóság. paleszti hatóságnak, ami persze nem a Hamas, de mivel tudjuk, hogy a Hamas viszont ugye a palesztin hatóság mellett, vagy helyett tulajdonképpen a a helyi élet szervezője és működtetője. Azért nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy, hogy is mondjam, Tudjuk, hogy azt a pénzt, amit oda küld Európa, azt nyilvánvalóan valamilyen formában. Leg hova csatornázódik hova be? Csatornázódik be. <laughs> Tehát e, e fölött szemet húnyés. ugye, Mi ezt te, most mostanában oliver... hogy... Nem, 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 mert ugye Várhelyi Oliver biztos bejelentése, miszerint fel fogjuk függeszteni, vagy fel kellene függeszteni ezeket a forrásokat, addig, amíg ki nem derül, hogy akkor ezeket hogyan használták fel. Erre Ez mi fel volt a válasz? Két nap, vagy másfél nap, hogy is mondjam, látható zavar követően. Az van, hogy nem. És az... nem, nem fog, tehát ki fog derülni hamarosan, hogy nem lesz nagyon erőltetett összekötni azzal a dologgal, hogy egy szemmel láthatóan nem demokratikus, átláthatatlan keretek között jó eséllyel egyébként terror célokra is felhasznált forrás jutatása, 400 millió nál többről beszélünk egyébként évente, az minden tovább nélkül folytatódhat egy háborús konfliktus esetén olyan minősíthetetlen és elfogadhatatlan események után, amit ezek a Hamaszosok ISIS módjára csináltak egyébként ugye az izraeli területeken, de közben Európában belül jogállamisági feltételekre hivatkozva a lengyeleknek meg nekünk nem adnak pénzt. Tehát, hogy a morális hát, felsőbbrendőség... Nem kuratóriumi összetétel most az arról nem is, van. Most arról nem az is szerint. beszélve, de hogy tehát prudenciáról, logikáról, morális felsőbbrendőségről beszélni ebben a közegben, tehát, tehát, az a vonat is elment ott Nyugat-Európában, még próbálkoznak vele, próbálkoznak vele, de ez nincs. Tehát ezek az az érveket pillanatig nem szabad komolyan venni és elfogadni főleg, mert láthatóan hazug érvekről beszélünk, és nem is tartható érvrendszerek mentén próbálnak velünk politikai játszmákat üzni. Érdekes, hogy honi ellenzéki vagy baloldali nevezzük akár dollármédiának, ugye ez is most egy közkertő kifejezés. Most ott úgy keretezték a Várhely Oliver biztosnak a bejelentését, hogy ő a rossz fiú, aki túlszaladt, és a külügyminiszterek helyre tették kivéve Szijjártó Pétert, mert ő gonosz és el, most iróniával a hangomban az ő interpretációkat hozom ide, gonosz és ellenzi, hogy Palesztinába forrás menjen be. a nyugat-európai külügyminiszterek mind ezt támogatták. Hogy most akkor mi a pontos, magyar baloldal a, a az, az előző 30, 30 év, évben úgy tűnik, hogy pár évvel ezelőtt, vagy nem tudom mikor jó, nagyot fordult a tekintetben, hogy ebben a területi kérdésben ott a ki kit támogat. Vagy hát visszafordult a... a kommunizmus időszakának Igen. hivatalos külpolitikájához, hogyha tehetek egy ilyen megjegyzést. Ez borzasztó látni, hogy őszinte legyek. Tehát ez történészként és politikusként is azt gondolom, hogy ezt látni, ezt tapasztalni felfoghatatlan. Tehát a, a, a zsidó-keresztény kultúrkör ilyen típusú változása, az a több mint korszakos változás egyébként. Tehát ez felfoghatatlan és megmagyarázhatatlan. Pontosabban csak azzal magyarázható, amiről korábban beszéltünk. olyan nyugat-európai trendeket. Olyan tektonikus változások történnek Nyugat-Európában, amiből csak ez tud kijönni. Tehát ha hagyták ezt történni a saját nemzeteikkel, államaikkal, a milliónyi bevándorló és az eltolódó etnikai, illetve belső népesség összetétel mellett, ennek egyenes következménye az, amit most látunk. Ekközben arról olvasok a Financial Times-ban, bocsánat, egy picit éles váltás, de mindenhez kapcsolódik, amiről eddig beszéltünk, hogy Magyarország végül is hajlandó lenne az Ukrajnának szánt bizonyos támogatási formákat nem megvétózni, mert ugye van egy ilyen package, ami most így függőben van Ukrajna irányában, ha megkapjuk végre az uniós forrásokat. Ugye erre érkezett egy kormányzati cáfolat, de azért, ha már itt vagyunk e körben, megkérdezném, hogy hogy így működik az alkudozás az Európai Unióval, tehát ilyeneket kérnek tőlünk, miközben ugye azt halljuk, vagy mi ilyeneket ajánlunk, Én tudom, ez most hivatosan cáfa volt, de mégis nekem hogy elvileg itt jogállamisági kérdésről van szó, és akkor ezek szerint ilyen ügyekben, hogy akkor ha mi, <coughs> mégis akkor ott vannak a, a lengyelek, akik meg akik meg hát most ugye össze összeakasztották össze, a bajszokat az ukránokkal, de hát eddig mindent megadtak Ukrajnának, mégsem kapnak uniós forrást, tehát nehéz nekem itt kigazodnom ebben a történetben. Hát nem is fogsz soha, mert uh, ugye Köszönöm van az a mondás. A ne, nem azért, mert ne, a képességeid ne lennének meg, hanem mert pont olyan a rendszer olyan, hogy nem lehet benne igazodni. És uh, úgyis van az a mondás, hogy amikor fejedre olvasnak valamit, és megvádolnak valamivel, akkor legyél tudatában annak, hogy ők csinálják ezt. Tehát a Financial Times, majd a Guardian-ben megjelent ilyen típusú Igen. vádak, illetve sugallatok, mármint, hogy itt ilyen alkufolyamat lenne, az, az annak a leképezés, hogy hogyan működik Brüsszel. Hogyan működik Brüsszel. Ott ilyen alkuk mennek. De mi nem vagyunk alkupozícióban. Két okból sem. Egy, ez a pénz nekünk jár, tehát nincs mi alkudozni. Benne van a Tréat-ben, benne van a szerződésben. Tehát konkrétan olyan forrásokat tartanak vissza, Jogá, jogállami alapok nélkül, tehát jogalap nélkül, ami az országnak jár. Nem azért jár, mert szép a szemünk, hanem azért, mert ezzel kompenzálnak, ezzel kompenzálják az országot azért, hogy a piacait nyitva tartja minden európai Nyugat-Európai ország előtt egy verseny hátrányos helyzetben, hiszen ott a tőkeerősség, tehát mindegy, tehát ismeritek ennek, <haz> ismerik, ennek a történetét, a... tehát ez egy gazdasági értelemben is, ráadásul per capita GDP alapján leképzett egyértelmű mutató alapján jár, pont. Így jött létre a 7 éves költségvetés, ez van a trítiben, ez az egész európai, miért akartam mondani, majd mindjárt eszembe jut a megfelelő idegen kifejezés, a, egységesítő piaci mechanizmusok alátámasztására uh -huh. szolgál, kohéziós politikának hívják, csak eszembe jut és kinyögöm. Tehát a kohéziós politika alapjait kérdőjelezi meg azt, amit politikailag csinálnak, nyilvánvaló üldözéssel, és nyilvánvalóan olyanokkal szemben, akiknek a politikai véleménye, lengyelek, magyarok, migráció, gender, más ügyekben nem egyezik a mainstream -mel. Tehát ezen szerintem már nincs mit magyarázni, ez teljesen nyilvánvaló. A másik ilyen ügy, hogy mi kerek megmondtuk, ha már alkuról van szó, hogy mihez köthető egyébként ezeknek a forrásoknak a visszatartása. Miközben az OTP-t most felfüggesztették, ha jól emlékszem, még csak nem is levették ugye erről a listáról, adjanak garanciát arra, hogy amikor jóvá hagytuk, akkor nem fogják visszatenni abban a pillanatban. Mert az ukránok ezt csinálják. Vagy amikor kisebbségi jogokról beszélünk, ami majd minden lehetséges tagsági, mutató tárgyalá... tárgyalásról, egyebekről szól, abban állítsák vissza azt a helyzetet, amely, amely volt. Tehát ami, amit nem előállítani akarunk, hanem 5-6 évvel vagy 7 évvel ezelőtt létezett Ukrajnában még. A kisebbségi nyelvhasználat, az oktatási törvényel kapcsolatos állampolgári kisebbségi jogok, azok léteztek Ukrajnában. Nem arról beszélünk, hogy ezeket most kéne létrehozni, és vitázunk, hogy hogyan. Ezek voltak. És elvették. Csak hogy... akkor még nem volt ugye Igen. ukrán nemzet, hogy most ünneplik? Igen, és, tehát, és ez viszont nem alkú, mert ebben nem lehet alkudozni. Tehát ezek olyan objektív dolgok, hogy feltenni egy olyan bankot egyébként a háborút finanszírozók listájára, mert nyilvánvaló félreértéseken, illetve ukrán ferdítéseken alapulva merem feltételezni, hogy magyar ellenes, illetve magyar politikai ellenes célnal történik. Hogy várnak tőlünk együttműködést olyan szituációban, amikor direkt érdeksérelmet akarnak nekünk okozni, ha csak egy gazdasági szereplőnek a dolgairól beszélünk. A kisebbségek ügyéről meg tényleg nincs mit beszélni. Tehát abban előrelépés, részben a, a magyar-ukrán viszonyban, a részben pedig bármilyen Európai Uniós ügyben, ami az ukránokat érinti, addig biztos nem lesz előrelépés, amiket, illetve első kezdődhetnek a beszélgetések arról, hogy hogyan legyen előrelépés, amik ezeket nem fogják orvosolni. Ugye Decemberben lesz egy európai csúcs, ahol elvileg született egy döntés. Hát lesz egy most októberben is, ne felejtsük el, ahol meg fog, meg fog indulni a nyomásgyakorlás, már most építik fel ezt a dolgot. És ugye a nyugat-európai fejekben, a brüsszeli fejekben én azt gondolom, hogy az van, hogy el van döntve, ilyen szépen kifejezzem magam, hogy a tárgyalásokat Ukrajnával el kellene kezdeni, illetve hogy fel kell venni. Uh -huh. Csak hát ugye ehhez szerintem azt gondolom, hogy a tagállamok többségének lesz még hozzá tenni valója, mert ha elkezdjük végig gondolni a következményeit, a népességi, szavazati, gazdasági. jogot illetve az összes gazdasági, nem beszélve az, az, összes az, intézményes korrupcióról, Jean-Claude Junckerrel. Akartam mondani, hogy megalakult a Jean-Claude Juncker Orbán Viktor koalíció ebben é, a kérdésben. Igen, 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 már meg is változtak minket ebben. Nem Tehát nem ha valaki, ha valaki egy, egy, korábbi bizottsági elnök nyilvánvalóan tudja, hogy milyen körülmények között élő vagy létező országgal szemben, uh, vagy. De az, igen, mert mert <gül> hát igen, a Joe Biden fiát megkérdezni. Elnézést, is mondjam, mi ne essünk azért túlzásba, <laughs> szerintem. De, de, de tényleg az egész a, a dolog, dolog abszurdításáról beszélünk, és amikor a Financial Times ilyeneket leír, az tulajdonképpen nem más, mint a nyomásgyakorlás egy újabb eszköze. A, Tehát, Akkor a e... politikó és a Financial Times kétes, a az, az, az a két üzenőfal az erre szól, és hát ne legyen kétségünk egyébként, hogy annak a feldobása, felvetítése egyébként, hogy bármilyen megalapodás lehetne alkuképes, az, hogy is mondjam, hogy szoktam, hogy feljátszák a labdát az Európai Parlamentnek. Tehát mm. az Európai Parlament veszettje egy picit, hagyj utaljak vissza arra, amit mondtál a francia mm. forradalomról, mert ott azok már a szankülöttökön túl is vannak. Tehát az a csapat ott... <laughs> az a, a csapat kemény. Persze, tehát, az, a, tehát, ők se Isten, se embert, ahogy szokták magyarul mondani, nem néznek, ott nem számít semmi, csak az a gyűlölet, amit a velük nem egy platformon lévők felé éreznek. ellenében irányában sugározni kell, vagy akarnak. Meg, Mi, meg, meg ugye csak egy gondolat ebbe, hogy a nyugat-európai politikai elit, meg az EU-nak a, a nyugati tagállamokból jövő döntéshozói, ők, ők gyakorlatilag zsarolhatók az Európai Parlamentet. Hát nem zsarolhatók, hanem hanem, hogy olyan nyomásgyakorlást teszek pszichológiák, hogy nem mennek ellenállni gyakran az Európai Parlament hát, hogy... hülyeségeinek, Igen. ahelyett, hogy lespörnék az asztalról, azt a félig, félig komolytalan testületnek a dolgait gyakorlatilag. gyakorlatilag ne, van egy csomó döntésejárás, amiben az Európai Parlament úgy benne van, de azért elsősorban ö, politikai hangulatteremtő ereje van az LP-nek. Ez a legnagyobb ereje. Egyébként más, más többi az kevésbé talán. Ha ehhez szabad még esetleg? Mert, mert ugye nyugat-európai politikában azért azt látjuk, hogy, és hát ezért nem szeretnek minket, ahogy Sziátó Péter itt a minap mondta egyébként, hogy miért, miért nem szeretnek minket. Van számos oka. Az egyik ilyen oka, én so, többször is elmondtam már, meg el is fogom még hogy Magyarországon azért megpróbálta a miniszterelnök és a Fidesz KDMP szövetsége visszaállítani a politika autonómiáját. Tehát ne az legyen, vagy szuverenitását nevezük el. Ezt hogy ne az legyen, hogy a sajtó írja meg, hogy minek kéne lenni, és akkor minden politikai párt attól félve, hogy másnap már a címlapokon lesz, és kicsinálják egy-két nap alatt. Csak olyan dolgokkal mer foglalkozni, vagy olyan irányba menni, mint a sajtósúval. Ennek az analógiája az, ami az Európai Parlamentben zajlik, mert ugye ők még azt fogják mondani, hogy de mi választott politikusok vagyunk, hát ismerjük ennek az áttételes választásnak egyébként a, a, logikáját, meg, a, meg az oda delegált emberek, főleg nyugat Nem túl erős, Igen, így van. Részét, De anyukat... az európai intézmények abnak a fogságába estek, hogy hagyták, hogy az európai parlament veszettjei, meg ezek a hangadói, azok rátelepedjenek a politika csinálásra. És egyrészt döntésekben, irányokban, országokhoz való viszonyban ez csak mérgezi és csak ellehetetleníti egymás, egyébként az egymással való megegyezésnek a lehetőségét, mert teljesen nyilvánvaló, napnál nyilvánvaló vagy világosabb, hogy Magyarország minden olyan kérést, amit felénk megfogalmaztak, annak eleget tett mondva tartanak, vissza megvizsgálódnak. Semmilyen jogalapja nincsen most már ezeknek a dolgoknak. Zárójelben jegyzem meg, hogy a jogalapot is úgy kreálták meg egyébként, ne felejtsük el, hogy az a tritiben nincsen benne, mert a tritiben egy szó sincs arról, hogy országokkal szemben, vagy országok esetében vissza lehetne tartani forrásokat olyan indogokkal, amelyek jogállam is. Tehát ez az egész dolog egy önmagát gerjesztő folyamat, amiben ez a fogjulejtettség, ez csak növekszik. Tehát ez nem, fog, nem fogják tudni oldani és az Európai Parlament, ez a fejére nő, az Európai Intézményrendszernek is a fejére nő, nyilvánvalóan a bizottságnak is. Meglátjuk, hogy ez így van. Mióta van Európai Parlament, állandóan a saját hatás dolgozik, főleg a 70 esek évek óta, amitől kezdve hogy közvetlen választják a tagokat, állandóan ezen dolgoznak, hogy nekik a... még több. Még több jár. Közben a tanács és a bizottság is rivalizál, és akkor itt elérkezhetünk egy nagy uniós megbeszélésre, hogy mivel is fajult ez a vízfej, vagy brüsszeli központ, vagy nevezzük egyesek által elképzelt birodalmi központnak, Szélyest, ami szeretne úr. lenni, hogyha mi volna. Az, az attitűd már megvan, az a igen, birodalmi attitűd már megvan. Az alapállás az, az, az érződik a bizottság és egyéb tisztségviselők nyilatkozataiból. Pár percünk maradt, de nagyon fontos választás következik a hétvégén, és kérlek, hogy erről néhány gondolatot még ejtsünk, osszátok meg velünk és a nézőkkel, hallgatókkal, hogy mit gondoltok, milyen esélyei vannak a jelenlegi kormányzatnak, hogy újrázzon, a, milyen esély van a Pisznek a győzelemre, és milyen esély van Donald Tusk nevében fémjelzett, mondjuk úgy nevezzük, nem, azért a lengyel politikában az atlantista kifejezés az egy nehezen értelmezhető törésvonalat jelez, mert ugye ott azért az amerikai iránti elkötelezettség, vagy nyugati világ iránti elkötelezettség az mindent felül ír, bár ez is egy bonyolultabb kérdés, ebben most nem mennék bele, de maradjunk a legegyszerűbb kérdésnél, ki fog nyerni a hétvégén Lengyelországban szerintetek, mi a tétje ennek Magyarország szempontjából? Gergő az elemző, szerintem ő kezdje. nem, <laughs> <laughs> nem értek ilyen milyen a lengyelekhez, csak hát amit akkor a csak egy rövid ő... a... Hát ha... A ha, jól látom, meg ha, ha hihetünk az adatoknak, amikből mi is dolgozunk a akkor ugye a kormánypárt, tehát a jogi igazságosság vezet, sőt az utóbbi időben, mintha növelte is volna a, a, a támogatottságát, a 35-40 százalék között van. A fő kérdés az az, hogy Egyrészt, hogy ez tükröződik-e majd a választásokon is, mert ugye a legutóbb a szlovák választások például nem tükrözték az előtte levő adatokat, de hát ha a lengyelek pontosabban mérnek. A fő dilemma az az, hogy nyilván egyrészt nyer a, PISZ, és hogyha nyer, akkor ugye lesz, egyrészt tud kormány alakítani, vagy egyedül, vagy koalícióban, ha koalícióban kivel, és a legrosszabb esetben meg, ami reméljük, hogy nem történik meg az, az, az hogy hogy mindenki más együtt tud ellen a koalíciót alakítani, de az elég fura lenne, mert az egy ilyen Frankenstein koalíció lenne, hogy a spanyolok, tehát vegyek egy Olyan kifejezést. Állítólag a konfederácia, tehát a konfederáció párt az, amivel e, egyre inkább úgy tűnik, hogy, hogy a PIS, a PIS, össze fog bútorozni, hogyha a koalíció kényszerre szorul, de azért a Donátuszk e, nem, nem a, a, lengyel politika legszeretettebb embere, ugye az ellenzék, ellenzék e, Bezére, úgyhogy én óvatos reményekkel nézek a hétvége elébe. Talán itt egy jobban, biztosabban tudunk fogalmazni egy kicsit, mint mondjuk a spanyol választásoknál, ahol azért nem jöttek be a jobb oldal vérmes számításai. A számításai kicsit bejöttek, de nem eléggé, és ez nem vezetett jóra, úgyhogy izgalmas lesz a vasárnap. Nekünk mi lenne a jó? Vagyis a kormánynak? Hát em, talán fogalmazunk úgy is, hogy én picit azért ilyen nem óvatosabban, hanem szelidebben fogalmazok, mert nem engedhetem meg magamnak, szerintem kormányzati szereplőként, hogy, hogy élesebb legyen. Tehát biza bizakodóak vagyunk. És a bizakodás hátterében az a remény van, hogy a szuverenista felfogás az európai nő van, ami egészen nyilvánvalóan jót fog tenni az európai intézmények kapcsán a fennálló viták van a józan álláspont képviseletére, különös tekintettel az előttünk álló európai parlamenti választásokra jövő évben. Tehát a józanság kerekedik fölül Lengyelországban, mert rengeteg veszély fenyegeti. Nézzük meg, mi történt a szlovák választások kapcsán. Tehát nem, ott konkrétan azt gondolom egyébként, hogy a szlovák választások kapcsán a kutatási adatokat is tudatosan manipulálták mm -hmm. abba az irányba, hogy ne egy olyan kormányzat körvonal az ugyan, ami most körvonalazódik egyébként. Aztán az exitból is jelentősen mellé ment ez már. Hát ez azért ez a, igaz, Igen, a jelentősen azt szerintem még nem is egy jó kifejezés arra, hogy be, majdnem 10%-ot 10 tévedtek. 7-8 százalékot tévedtek, azért az, az, nem semmi. Az nem semmi, az még már valami, ahogy szokták mondani, ugye, hogy <laughs> mondta volt. De, Rendkívül óvatosnak kell lenni azzal kapcsolatban, hogy mit mutatnak valóban a kutatási adatok. Talán, mivel valószínűleg a saját méréseik is benne vannak már a mostani kormányzat, az mértékadóbb. De látjuk, hogy a, a, a brüsszeliek, a németek és más nyugat-európai meghatározó politikusok hogyan próbálnak folyamatosan beleavatkozni a lengyel választási kampányba, és mindent elkövetnek arra azért, hogy diszkreditálják a mostani kormányzatot pénzek visszatartásával, mondva csinált jogállamisági dolgokkal, rendkívül tarka a paletta, illetve színes a felhozatal azt illetve, hogy hogyan próbál mindenki belemászni a lengyel belpolitikába. Pontosan azért egyébként, hogy talán mert a lengyel választások tétje az jóval nagyobb egyébként, mint akár a szlovák, vagy bizonyos értelemben a magyar, hiszen mégiscsak egy majdnem 40 milliós országról beszélünk, és a Közép-Európában is, meg Európában is egy nem is középen egy nagy országról beszélünk, amelyben azért nem mindegy, hogy milyen irányban mennek a dolgok. Hát meglátjuk minden esetre ezt azért a, itt a reklámhelye a Mondiner YouTube csatornáján, és különböző felületein majd real time lehet követni, hogy hogy alakulnak az eredmények. Tervezünk egy nagy eredményváró műsort is megszólókkal, kikapcsolásokkal Varsóba és szakértőkkel, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani vasárnap éjjel, és most viszont ennek a műsornak a végére értünk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és önök pedig itt voltak velünk, figyeltek bennünket, tegyenek így legközelebb is. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.